Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a Tea levelek olvasása. Itt a csészében láthatóak a képek, én elmondom azt, hogy én mit látok ebben a csészében, de azért figyelj oda ezekre a szimbólumokra, és leírhatod a kommentárba, hogy te mit látsz ebben a csészében, mert mi itt megnézzük most a Tea levelek olvasását. Amit itt látok, itt a halak jegyének az asztrológiai szimbóluma. Sőt, ha úgy oldalról tekintem a képet, itt látható Neptun bolygó szimbóluma is. És Neptun bolygó uralkodik a halak jegye felett. Itt álmokról, elképzelésekről, tervekről van szó. Jelenti a művészi területeket is, vagy egy spirituális területet, hiszen Neptun bolygó hatása alatt megvan az intuíció és az inspiráció. Tehát hinni kellene ezekben a tervekben, és mindez megvalósítható. Itt ezen a képen én egy helikoptert látok első pillanatra, ami jelenti a mozgást, előre mennek az események, sőt gyorsan folyamodnak ezek az események. De itt alul ez a két szimbólum, az lehet két kis állat is, egy rák és egy nyuszi. A nyúl az szimbolizálja azt, hogy valami megnövekszik, gyarapszik valami, és a rák jelenti az otthont, a családot, ez lehet egy kisbabának a születése is. Sőt, itt középen látok egy gyermeket, ami utalhat a gyermekekre, de szimbolizál gyakran egy új kezdetet is. Ez a gyermek így ugrik előre, tehát gyorsan mennek majd az események, lesznek újdonságok, lesz egy új irány. A gyermek között én fákat látok, ez lehet a természet, vagy azt is jelentheti, hogy itt van gyógyító erő, a fák szimbolizálják ezt, vagy azt is, hogy meg lesz a biztonság érzete, miután ugrottunk előre, hiszen majd itt ebben az új irányban le tudunk gyökerezni. Itt ez a kép jelenthet egy mókust is, vagy egy kakast, hogy ez pontosan mit jelenthet, talán azt, hogy mi állunk a középpontban, és a mókus az olyan szorgalmas, meg gyűjtöget mindent, tehát kell, hogy meglegyen az anyagi biztonság is. Itt a háttérben van egy kereszt, ami jelenthet fontos találkozásokat, amikor a sors utak kereszteződnek, vagy jelentheti a döntéseket is, hiszen elérkezünk az élet útunkon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozunk azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt alul lehet egy katicabogár, ami szerencsét hoz. Sőt, most felfedezek itt a csészében egy férfi arcot. Itt van ez az arc, itt jobb oldalon. Lehet, hogy ez a férfi elgondolkozik afelett, hogyan tovább döntéseket hoz, majd közeledni fog hozzád, és elmondja azt, hogy mit tervez. Mit látsz te ebben a csészében? Itt a Tea levelekről van szó, és örülnék annak, ha leírnád a kommentárba. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!